Bűnügyi végjátékkal készül Moravec Levente az játékokra. Az Egy életem két halálom című darab a krimi jellegzetes vonásai mellett a humoreszközét is jócskán használja, fogalmaz a rendező. Moravec Levente egyébként olyan darabokat rendezett már Egerben, mint a Gyertyafénykeringő vagy a fejedelem. Nekem van két élhető város az életemben, az egyik Pécs, ahol lakunk, a másik pedig Eger és ha csak lehet és módon van rá, akkor én szeretem azt, hogyha ezen két város polgárai látják azokat a produkciókat, amiket én évközben, évad alatt elkövettem. A darab szerint szerelmi háromszög részévé vált két színésznő, Gregor Bernadett és Dévényi Ildikó. A történet szerint a vetétársak a színfalak mögötti próbán feszülnek egymásnak. Két színésznőnek a jutalomjátéka. Szoktuk mondani a Bernadettel, hogy mennybe megyünk az előadás végén. Tehát a nézők annyira szeretnek bennünk, hát ezért élünk. A szeretetér, a tapsér, az örömér, a, a zajokér, amiket hallunk a nézőtéren, és úgy tűnik, hogy, hogy ez bejön, hát itt kiderült, itt sok-sok előadás alatt, hogy nagyon szeretnek bennünket. A hétvégén az egri közönség is betekintést nyerhet a könnyedebb színházi műfajba.